Szakértők szerint a Nyugat-Európa nagyvárosait megbénító gazdatüntetések hatására is enyhült az unió közös agrárpolitikája. Azok a lépések, amiket az elmúlt időszakban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ szövetsége hozott a vidéknek, azok a lépések segítenek életben maradni a gazdálkodóknak, és segítenek a vidékfejlesztési célok teljesülésében, valamint az Európai Uniós források lejutásában ide vidékre, ami nem csak a vidékfejlesztés tekintetében, hanem a térség megtartó ereje tekintetében is rendkívül fontos. És a vármegyei önkormányzat számára pedig azok a vidékfejlesztési célok nagyon fontosak, ami szintén a megmaradáshoz, a népesség megtartásához, egy település adóerejének növekedéséhez, a gazdát teherbíró képességének, versenyképességének a növeléséhez, és a hazai élelmiszer előállítás biztonságához, valamint a piacok védelméhez kötődnek. Látjuk, hogy az Európai Unióban milyen folyamatok zajlanak, a hazai élelmiszer előállítás milyen módon sanyarítja, és az élelmiszer előállításban a termelők helyzetét hogyan alakította az ukrán élelmiszeripari termékek betörése az Európai Unióba, ahonnan kiszorultak a magyar élelmiszerek, kiszorultak a magyar élelmiszer alapanyagok, és azt is látjuk, hogy a brüsszeli diktatúra gyakorlatilag olyan elvárásokat támaszt a hazai agráriumban szemben, ami erősen rontja a versenyképességet, és már nem csak az üzemanyag árába, vagy a növényvédőszerek hiányába, vagy vetőmagok hiányába jelentkezik ez, hanem abban is, hogy olyan utasításokat, olyan előírásokat kell betartani azért a szinte csekély összegű támogatásért, kifizetésért, amik erőteljesen rontják egész Európa agráriumának versenyképességét. Ez nem lehet célunk, és az a felkészülés, ami jelenleg is zajlik a gazdák részéről a tavaszi szezonban, a nyári betakarítási szezonra, az nem lehet eredménytelen. Ezért nagyon fontosak a ma elhangzó gondolatok, nagyon fontos a gazdák tájékoztatása, és az a fajta köztestületi munka, aminek köszönhetően megőrizhető a versenyképességük, és megőrizhető a vidék megtartó ereje. Az uniós agrárminiszterek tanácsa jóváhagyta azt a javaslatot, amely egyszerűsítené és csökkenteni a gazdák adminisztrációs terheit. Ezek az adminisztrációs terhek egy részét a gazdák tudják vállalni, de a másik részét az képtelenség. Pontosan ezért a kamara megerősítése került, a kamarai falugazdászhálózat megerősítése került, és a falugazdászok, mint falugazdász szaktanácsadók végzik ugye április 1-től a munkájukat. Ez azt jelenti, hogy most már nem csak az egységes kérelem, nem csak a különböző hatósági feladatok, amiket átvállalt a kamara a kormányzattól, hanem kiemelten információbiztosítás, egyfajta konzultációs lehetőség a gazdákkal, az elektronikus gazdálkodási naplóval kapcsolatos feladatok átvállalása, most zajlik ez a munka, a falugazdászok létszámbővítése megtörtént, felkészítése megtörtént, most az egységes kérelmek beadása zajlik, de ezzel együtt is már folyamatosan készítik fel arra a falugazdászokat, hogy képesek legyenek igazi tanácsadóként, szaktanácsadóként partnerségben együtt dolgozni. A közös agrárpolitikában várható változásokról agrár országjárás során tájékoztatja a magyar termelőket a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége.